Zsúfolásig megtelt a Szent István Park a Carbon Fools koncertjére, a zenekar a Hajdúsági Ízek Fesztiváljának vendége volt, és nem okozott csalódást rajongóinak. Beszéljünk egy picit a tavaly megjelent legutóbbi lemezetekről, eddig milyen a fogadtatása? Na jó, a fogadtatása, amennyi számot tudunk, erről a lemezről is játszunk, de ugye sokan szeretnék hallani azokat a számokat, amiket ugye a legtöbben ismernek, de igyekszünk beültetni mindenféle dalt erről a lemezős repertoárban. Ezen a lemezen saját élmények is vannak, ugye, illetve hát a saját élmények mellett mindenféle házi állatok is szerepet kaptak. Ez hogy jött ez az ötlet? Nekem erről a Benő jut eszembe. Ez nagyon fontos elmondani, hogy ezen a lemezen a 6. vagy 7. számban elrejtettük a dobosunk telefonszámát. Ha valaki rosszul érzi magát, akkor hívja föl, és a házi állatokról meg a Titus iratkozik. Nekem vannak egyébként házi állataim is, konkrétan macskáim, 3, és konkrét élményeim is nekem fűződnek. Nekünk nincsenek élményeim. És házi állataink. Házi állat vagyok. Kénytelenek az emlékeimből élni. Amikor a Sieder koromban ott nyaraltam, akkor történtek dolgok, láttam diszkót Csehszlovákiában, és akkor most visszajött egy ilyen dal keretei között. A zenekar sokat jótékonykodik, ez hogy jött az életetekbe? Jók vagyunk. Kicsit bővebben valaki. Nagyon jók. Nagyon jók vagyunk. Nekem volt egy darabig egy ilyen mániám, hogy meg kell mentenem a világot, erről már azóta leálltam, és próbálom csak magamat megmenteni. És kénytelenek vagyunk mi is ebben. Igen. Srácokat bevonni. Egy szuper erős komplexus. Igen. De most már kineveltük belőle, úgyhogy. Igen, elhitettük vele, hogy a világot megmentettük, és most már minden rendben van, úgyhogy elég csak zene. Igaziból vettünk egy Batman jelmezt a Balázsnak, és ebben ül a buszban. Büntetésből. És ez kielégíti. Igen, most is ez van rajta. Igen, ha eltűnik egy pillanatra, és itt valami büntét megakadályoz, akkor ne lepődjetek. Igen, erről már sikerült leszoknom. A srácok segítségével, meg úgy amúgy is rájöttem, hogy ezt mindenki magát menti meg, és az épp elég. És most legutóbb voltam a Daunosoknál, ami csak egyszerűen szimplán egy nagyon jó élmény volt, rengeteget lehet tanulni az ilyen emberektől, akiket mi traumatizálunk, de egyébként ők meg tök jól érzik magukat, és ezzel csak saját magunkat traumatizáljuk gyakorlatilag, hogy leírunk olyan embereket, akik sokkal jobban érzik magukat, szerintem, mint mi. Egészséges emberek. Csináltatok egy duettet is Hiennel. Van tervben esetleg más duett is, hogy mással is énekelsz majd duettet? Hát most egy időre azt hiszem, hogy elment a kedvem a duettektől. Hogy jó! Nincs a Kamás. Tessék? Kamás nincsen. De a Kamával összeálltunk, de csak egy dal erejéig elénekelni ezt a Ghost Train-t. Úgyhogy meg egyébként is pihennem kell most. Tehát ez most egy pihenő időszak. Benő, gyere! Benő éppen viszont. Be akartunk mutatni. Szóval róla beszéltünk. Te telefonszámod van elrejtve egy dalban. Aha, jó, majd akkor meghallgatjuk. És hívtak már fel sokan? 3-an hívtak, és 3 SMS-ezőn volt. Senki nem hiszi el, hogy ez tényleg így van. És mindegyik éjszaka, gondolom. Nem, volt egy fiú volt éjfélkor. Ajaj. Péntek éjfélkor egy srác, és utána SMS-eket írt, hogy milyen jók vagyunk. Na. Tök jó. Miről beszéltünk? Befejezted a gondolatot? Ja igen, hogy a duettek. Triettek lesznek. Igen, triettek. Nem, hát most nem tervezek semmit. A Kamával most énekelgettem azt... De igazából ez csak egy koncert elég történt így, tehát most nem tervezek nagyobb projekteket, szeretnénk pihenni, az is megyünk el pihenni, mert mindenki pihenni akar, és nem duettezni, vagy mindenféle ilyen, úgyhogy most ez lesz. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy a nyaratok hogy alakul koncertek szempontjából, illetve pihenés szempontjából? Még 26 koncertünk van, ha jól tudom.
Még lehet, hogy bővül, aztán... Nekem csak 18-ról szóltak. Lehet, hogy téged már kirúgtak, nem? És akkor már többit mással csinálják? Kvártetre szűkül a karbonfűsz. Szűkített kvártet. Szűkített kvártet, vagy bővített kvint. Nem, bocsát, rosszat mondtam. Ezért most megverném ezen elmélet talán. Jó, igen, mit akarok mondani? Szóval 26 koncertünk van a nyáron, aztán megyünk külföldre játszani, Londonba, lehet, hogy Edinburghbe, Melkvegbe is. Igen. Hát nagyjából ez a terv, aztán pihenünk egy 10 hónapot, de lehet, hogy egy évet, hogy meglátjuk. Addig megváltjuk a világot. Mindenféle tervek vannak. Na, majd megnézzük, hogy mi lesz ebből a valóságban. Új dalok készülnek? Nem készülnek, mert hogy majd akkor fognak készülni, amikor visszatérünk előtte, hogy legyen mit bemutatnunk. Most egyelőre pihi lesz egy kicsit. Ezt a nyárat szépen megcsináljuk, lesz csomó koncert, összes fesztivál, kis pihi, közben elkezdünk zenélgetni, szerintem úgyse bírjuk ki, és akkor majd úgy jövünk vissza, hogy akkor már teljes lesz a kép megint. Nem, hát ugye eddig a Titus élményeiből éltünk, és most megpróbálunk saját élményeket gyűjteni, hogy igen. Hogy a következő lemez az színesebb legyen ilyen szempontból is. Tehát akkor a következő lemez az erről a nyárról fog szólni. Nem. Következő nyár, vagy lemez arról fog szólni, hogy én személy szerint szeretném újra azt átélni, hogy nem deadline-okra dolgozunk, nem időpontokra, hanem csak egyszerűen azért gyűlünk össze, mert szeretünk zenélni, és elkezdünk csak kizárólag szeretetből zenélni, és ebből... Ezt úgy fogjuk hívni, hogy lifeline-okra dolgozunk. Lifeline-okra, igen. Úgyhogy ezt az élményt keressük most valószínűleg.